Spanyolországban két héttel meghosszabbítják a szükségállapotot, mivel egyetlen nap alatt csak nem 400-an belehaltak a koronavírus fertőzésbe. Pedro Sánchez miniszterelnök azután beszélt erről, hogy videokonferencián egyeztetett az autonóm tartományok vezetőivel, az iskola bezárásokat és lakhely elhagyási korlátozásokat tartalmazó intézkedések folytatásáról. Es para al virus. Ahhoz, hogy legyőzzük a vírust, elengedhetetlen, hogy megelőzzük. Tudom, hogy ez drasztikus intézkedés. Az egyik legszigorúbb azok közül, amelyeket a környező országokban hoztak. Tisztában vagyok azzal, hogy kényelmetlen április 11-éig otthon maradni, és ez mindenkit érint. A szakértők azonban egyetértenek abban, hogy ez hatékony intézkedés a koronavírus elleni harcban, magyarázta Pedro Sánchez. Ideiglenes kórházat hoznak létre Madridban, hogy az egészségügyi ellátórendszer ne omoljon össze. A főváros legnagyobb vásárközpontjában 5000 ágyat helyeztek el. A térségben 9 szállodát is átalakítanak erre a célra. A spanyol egészségügyi minisztérium adatai szerint vasárnapig 28500-an fertőzöttek meg az országban koronavírussal. A halálos esetek száma 30%-kal nőtt szombatról vasárnapra, és elérte az 1720-at.